Réges rég, amikor még testvéreink voltak a medvék, és nemzetségünk a végtelen pusztákon szabadon kóborolt, a világnak két ura volt. Nappal a fenséges fényasszonya birtokolta a földet, és minden lényt, kire a nap végtelen jóságával fényes sugarait rávetette. De mikor leszállt az est, és a ragadozók vérre szomjasan portyára indultak, és népünk a tábortűz oltalmazó ölelésében nyugovóra tért, az éjszaka ura jött el, hogy birtokba vegye a földet. Az éjszaka urát az idők kezdete óta égette a vágy, sötét szíve szerelemre vágyott. Azon a végzetes éjszakán, az ősi törvény ellenére, farkas képében meglátogatta a fényasszonyát. Nászuk szenvedélyes volt, féktelen, parázsló és szilaj, mint a legvadabb nyári zápor. Szerelmükből hat fiú fogant. Hat fiú, akik nap alatt emberként éltek, hold alatt farkassá váltak, az erdők vándorai lettek. Végül Nox, az éjszaka királynője, elunva magányát, maga köré rendelte őket, és az elsőszülött ezüst farkast választotta örök védelmezőnek, sorsatársának. Történetükről ma is suttognak a fák, mikor leszáll az éj, és a világ álomba merül.